tök simán volt olyan izé. De hogy csinálsz a levet? Bogyó. Hát azt úgy kell, hogy a szárnyat... Játszatok Sárival. Na, kamuta nem szállsz be? És akkor cukrot kell rá üzélni, és átszak utána. Látom, Sári csak a bogyófarka. Legközelebb egyszer úgy nyírd meg a bogyófarkát, hogy ne maradjon rajta, mert Sári letépi. Sári! Sári! Mindjárt úgy oda lesz kapva. Kiskutya. Húha, húha, a kamu farka. Azt húzogathatja. Nézd a tappancsát. Valami aktivitást akar. Kamu, baba kutya. Neki szabad. Meg. Okos vagy, komoly. És képzeld, hogy azt csinálta, hogy bejött hozzánk a lakásba, és akkor hát randalírozott ott egy kört, és utána így, mint a zsáktól így eldölt a bogyónak a kosarába. És volt olyan, hogy reggel szokott bejönni, amíg készülődünk, és akkor Balázs kivitte, és nem ébredt fel attól se, hogy kivitte. Mi annyira mélyen aludt még. Hát egy kis bűnér, csak az a baj, hogy nem tudom beengedni úgy, hogy te csak felügyelettel, mert minden hát nem szabad ez. Igen, lehet, hogy legközelebb a bogyónak nem ivartalanítani kell, hanem a farkát amputálni, mert a Sári kikészíti. Direkt szóltam, és direkt levágtam. Hát ez valami csúcs. Anya, 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 ments meg, ments meg, megyél föl. Gyere ide, gyere ide, gyere ide. Én meg az ágyra szokott fölmenni, mert oda Sári nem tud fölmenni, és jaj, jaj! Menni. Nincsen valami labdája, vagy valami, de, amit nem, nekem van, de van egy csomó neki egyébként. Na, mikor fogod ezt a öntöző fejet szétrágni, Sári? Öröm ezt nézni. Most így becserkészi az áldozatát. Sári, gyere! Sári, gyere, 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 gyere! Gyere, okos, gyere, okos vagy! Jól van, vagy jó is akkor. Nem. Elég. Hát igen, vagy olyan most a kis nyugalmas életek. És több ilyen jelentkező is van arra a játékra. Kamuka, mint hogyha mindig játszana ilyenekkel. Sári, hagyjad a farkát, de a bogyó meg, ahelyett, hogy rászólna. Majd rá fogsz szólni szerintem. Egyszer volt csak, hogy rámorgott. Kamu! Baba. Szarok én rá, vitti. Kamu! Baba kutya! Ne, te meg ne... Éj! Kamu! Üljél le! Üljél le! Ül! Ül! Okos. Nem kért egy párnát? Nem, maradj! Ülj már le, akkor neked! Kamu, tiéd! Ő meg csak a bogyót tudod. Ő meg mindig a fenekedbe lóg. Múltkor kimentünk az óvodból sétálni, és vittünk magunkkal egy csomó kutatalatot, tudod, hogy játszunk, hogy gyere ide, ide, mert mondom, megkezdtem. A mi hibánk van, amikor leül a konyhahajtó környékén, ahol még egyenesen rálátunk, és ülök. Addig szugerál, amíg nem ad neki, nem bírok. Aki a virágot szereti, rossz kutya nem lehet. Úgyhogy nem tudok neki nem kaját.